No, hát akkor sok szeretettel köszöntöm Önöket a Műegyetem 2016-os kutatók éjszaka előadáson, és hát tényleg nagy örömmel veszem, hogy ilyen sokan eljöttek. Én igazából olyan kísérleteket fogok válogatni, amit egy logikára nem tudnék fölfűzni, legfeljebb csak annyi, hogy éppen ebben a pillanatban nekem ez tetszik legjobban, vagy valami eféle. Igyekszem a fizikának azokat a részeit is megmutatni, amelyek amennyire lehet a mindennapoknak a kérdésére választ adnak, hiszen ez egy nagyon fontos dolog. Körülöttünk van a természet, gondolnak bele, a természetet elfelejtettük megfigyelni, és az egyre bonyolultabb eszközök miatt elkezdünk elfordulni attól, hogy meg is értsük azt, hogy miről szól ez az egész. A legfontosabbat elfelejtettem. Azt, hogy szeretném megköszönni ezúton a Budavári Schönherr Stúdiónak, hogy közvetítik az előadásunkat, és ebben azt is jelenti, hogy a Budavári Schönherr Stúdiónak a honlapján rövidesen ez az előadás elérhető lesz. Ugye bss.sch.bme.hu. Jól mondtam, ugye? Oké. Hát mindig elkeveredem a betűkbe, tehát a Budavári Schönherr Stúdiót keresik. Ők azok, akik. Róluk annyit kell tudni, hogy a Műegyetemen 8 kar van, az egyik karnak, a villamos karnak, a Simonyi Károly szakkollégiumának az emberei. És hát igazából azt is mondhatnánk, hogy önzetlenségből és teljesen pénzmentesen csinálják, amit csinálnak, és ha majd megnézik a felvételt, fogják látni, hogy milyen profik. No, tehát ott tartottunk, hogy az előadás arról fog szólni, hogy elfelejtettünk dolgokat megfigyelni, és nagyon sokan megengedik maguknak azt a luxust, hogy azok az eszközök, amik a kezükben vannak, azt nem biztos, hogy ismerik, hogy mire jó. És ez egy nagy baj, mert ahogy Borzsolt barátom, hát ez jó, tehát Borzsolt is azt mondta, hogy a legnagyobb kockázata a 21. századnak az, hogy az emberek olyan eszközökkel a kezükben mászkálnak, amiről nem tudják, hogy az micsoda. És hát igazából ezek mentén hiedelmek fognak föléledni, és ezek a hiedelmek rossz irányba viszik el. Egyébként nem tudom, hogy mennyire olvasták el a programfüzetünket. Ezután az előadás után éppen a tudomány, áltudomány dolgában próbálunk eligazodást adni. Tehát ha itt maradnak, akkor most már elmondhatom azt, hogy az egyik vendégünk Hanula Zsolt lesz, aki az Indexnek az az újságírója, aki a szkeptikus írásaiért idén Hevesi díjat kapott. Tehát ő lesz a vendégem, akivel beszélgetni fogunk erről, és megpróbálunk eligazodást adni. Ugye a fizikának a fő tennivalója természet megfigyelése, a természet leírása, és akkor ezek után, ugye már jól ismerjük a természetet, akkor a legfontosabb dolog, hogy próbáljunk olyan dolgokat csinálni, ami a kényelmünket szolgálja. Ugye azt szeretném mondani, hogy amikor főleg egyetemistáknak vagy gimnazistáknak szoktam előadást tartani, akkor kénytelen vagyok elmondani, hogy ők azok, akik tőlünk nem sokára, ugye én már lassan nyugdíjas leszek, át kell vegyék a stafétát, és hát igazából a mi generációnk, nyugodtan mondhatom, hogy megcsinálta azt a számítástechnikai forradalmat, amiben vagyunk. Ugye én nagyjából 77-ben érettségiztem, akkor ennek a számítástechnikának az előszelei már talán mutatkoztak, már zsebkalkulátorunk volt, sőt már lehetett a zsebkalkulátorra a közönséges törteket összeadni. De ez ma már ez kevés lenne. Ma ott tartunk, hogy az átlag mobiltelefonban 11 nanométeres technológiájú csipek vannak, tehát processzorok, amiben gondoljanak bele, hogy 11 nanométer. Ugye ez nem nehéz ezt megérteni, hogy mekkora 11 nanométer, de azt azért úgy hozzá lehet tenni, hogy ha 11 nanométeres csipet 1 milliméteres csipre fölnagyítanának, akkor egy átlagos i7-es processzor nagyobb lenne, mint Budapest. Több mint 1,5 milliárd processzor van egy ilyenbe, és képzeljék el, 1,5 milliárd processzornak kell csinálni 40 mm-szer 40 mm-es helyet. Tehát ezt a gyerekeinknek kell majd túlszárnyalni, mert az 5 évvel ezelőtti processzor már nem kell senkinek, és az 5 év múlva levő processzor, tehát amit ma megcsináltak, az gyakorlatilag akkor lehet látni, hogy ez muszáj túlszárnyalni. Ha ez nem fog menni, akkor megáll a fejlődés, azt pedig tudják, nem megy.
Ugye a kísérletek, én abban reménykedem, hogy olyasmire adnak választ, hogyha más nem, akkor fölhívják a figyelmet arra, hogy van egy olyan tantárgy, hogy fizika, és ennek a fizikának többek között köszönhetjük a jóléti társadalmat. Tudom, hogy ez egy kicsit nagy hangúnak, nagy képűnek hangzik, de azért azt mindenképpen látni kell, a módszer az az, hogy a fizikusok megnézik, hogy milyen a világ, és a mérnökök csinálnak ebből eszköz. Tehát azért ez fizikusok nélkül nem megy. Éppen ezért akkor nézzünk egy-két kísérletet, mert sokat beszéltem, és akkor az egyik kísérlet, amit nagyon szeretnék megmutatni, oda ki van készítve egy viszonylag vastagabb kréta, és ezzel a krétával egy olyan kísérletet szeretnék megmutatni, ami a kromatográfiát fogja bemutatni, hogy pontosan mi az. A kromatográfiát elsősorban vegyészek használják, és azt is lehet mondani, hogy 1900-as évek elején már ugye Cvet nevű orosz tudós ezt felfedezte, ő egyébként botanikus volt, tehát hogy az egyszerűség kedvéért vegyük, és ő észrevette azt, hogy különböző keverékeket hogyan lehet szétválasztani. Nézzék meg a módszert. Annyiban lesz a dolog érdekes, hogy, vagy talán szokatlan, hogy ide kikészítettem, csak nem látom, hogy hol van ceruzákat. Szerintem nézzük meg, hogy lehet, hogy bennmaradt. Barna és fekete filctollakat hoztam, és a barna és fekete filctollal ezekre a krétákra fogok egy ilyen jelet festeni. A barna is, meg a fekete is egy macerás szín, mert ugye úgy kell megkeverni őket. Ezt biztos tudják, hogy egy olyan, hogy barna szín nem létezik, hanem különböző festékekkel, az úgynevezett kivonó eljárás segítségével tudnak barna színt alkotni. Most ezek az eljárás során összekevert részecskéknek a szétválasztására próbálkozunk majd gondolkodni. A módszerünk az lesz, hogy ez a kréta ez teljesen száraz, bele fogok tenni ebbe a petri csészébe vizet. A vizet az föl fogja szívni a kréta, a hajszálcsövesség azzal lesz a főszereplő, és ahogy föl megy a víz, viszi magával a festékszemcséket, és a festékszemcsék, hogyha különböző méretűek, különböző lesz a diffúziós sebesség, és a diffúziós sebesség a különböző, akkor vélhetően a különböző színek különböző távolságokban fognak megjelenni. Amit viszonylag nehezen lehet megtenni, hogy ezeket a festékeket ide rákenni, hiszen a kréta az nagyon erős netszívó, és a netszívás eredményeként azt hiszem, hogy ez a... Hallóba, ide letettem azokat a vadonatúj... Most vettem az ápítba egy marékré. Barna is. Egyik eladás, két eladás között én elraktam, itt vannak, csak nem tudnak beszélni, bocsánat. Látják, hogy itt van, tehát szegény fiam hozott egy marék másik színes filcet, tehát itt szépen megkenjük ezt barnával, és akkor ezeket a barna festékeket szeretnénk majd így. Segítünk ennek itt szépen helyet adni. És ebből szeretnénk megtudni, hogy milyen festékből keverték össze. A feladat az kb. 20 percig fog tartani, és hogy ez a 20 perchez működjön, hogy önöknek meg röviden meg tudjuk mutatni. A módszerünk az lesz, és ez a másik dolog, hogy egy mobiltelefonnak az egyik alkalmazásával, vagy úgy egy timelapse videót fogunk készíteni. A timelapse videónak az a lényege, hogy nem 25 frame per szekundummal rögzítjük az eseményeket, hanem kevesebbel, és ennek eredményeként, hogyha ez a kevesebbet összefűzzük egy filmé, akkor egyértelműen fogjuk látni, hogy felgyorsítva hogyan néz ki ez az egész. Itt van a két festék, talán meg tudom mutatni. Ezt úgy fogom berakni, hogy a videokamera irányába, és őt alá kell önteni, indítsuk el, vagy már megy. Jó. És akkor ezt szépen aláöntöm, és akkor a hajszálcsövesség szépen föl fogja szívni a festéket, és elindul ez fölfelé. Körülbelül a 20 perc után le lesz állítva ez az egész, összefűzzük egy videófilmé, és az előadás végén, vagy az előadás során ezt mindenképpen meg fogom mutatni. No,
A következő kísérlet az pedig azért lesz ide az előadás elejére téve már ez az előadás végére való kísérlet. Majd fogják látni, hogy miért, mert hogy most még kicsi viszonylag a páratartalom, rövid időmből ez a páratartalom hihetetlen nagy lesz. És akkor főszereplője a kísérletünknek a Van de Graaff generátor lesz. A Van de Graaff generátor, ez egy elektrostatikus gép, amely elektrostatikus gépnek az a feladata, hogy töltéseket tudunk rajta szétválasztani. És akkor a Van de Graaff generátorunk, ha megmutatom, hogy mire jó, akkor mindenki fogja érteni, hogy mire is lehet az órán használni. Először azt szeretném megmutatni, hogy a Van de Graaff generátornak kétfajta meghajtása van. Az egyik meghajtás az egy gépi, a másik meg egy kézi meghajtás. Az először a kézivel kezdem, főleg azért, hogy lássák, hogy nem feltétlenül szükséges ehhez, hogy... Tehát elkezdem tekergetni ezt a szíjat benne. Ugye azt kell tudni a Van de Graaff generátorról, hogy alul van egy szigetelőből készült görgő. Ez a szigetelőből készült görgő, görgőn át van vetve egy szigetelőből készült szalag, és amikor ezeket elkezdjük mozgatni, akkor az egyik a másikon mindig megcsúszik, és ennek eredményeként egy dörzselektromosság keletkezik. A dörzselektromosság egyik részét elvezetjük a föld felé, a másik részét pedig rávezetjük ennek a fémgömbnek a belsejére. Ugye, aki elektrostatikában járatos, az biztos tudja, a fémgömbnek a belsejében egy elektromos töltésnek nincs keresnivalója, tehát ő kimegy a felületre, és addig fog növekedni ott a felületen a töltéseknek a száma, amíg a levegő átütési szilárdságát meg nem hagyja az itt kialakuló feszültség. Tehát én elkezdem ezt egy kicsit megtekergetni, és akkor, hogyha közelítek, akkor lehet látni, hogy egy jó nagy szikrát lehet csinálni. Ha szerintem mindenki jól láthatja, hogy ez a szikra az jó pár centiméter hosszú, és akkor az első dolog az lenne, hogy hogyan lehetne például megmérni ennek a feszültségét. Hát az egyik, és ez egy, hogy is mondjam, annak a módszernek, hogy a fizikában nem feltétlenül mindig arra törekszik, hogy nagyon sok pénzt adjanak nekünk, tehát vannak egyszerű módszerek. Az egyik ilyen módszer az, hogy lerak az ember két 1 cm-es golyót 1 cm távolságra, és elkezdi a feszültséget növelni. Ebből a mérésből meg lehet állapítani a levegőnek az átütési feszültségét, átütési szilárdságát. Ez a mértékegységét tekintve volt per cm, és ez azt jelenti, hogy ennyi volt per cm-nél át fog ütni. Mikor nézzük meg azt, hogy mit látunk ebből, látjuk azt, hogy mondjuk egy 8 cm hosszúságú szikra van, akkor ez azt jelenti, hogy ennek a 8-szorosa, tehát akkor, ha szigorúan veszük, akkor egy szabócentivel fogunk feszültséget mérni. És akkor itt van az, hogy amikor az ember tudja, hogy mit akar csinálni, akkor sokkal, hogy is mondjam, egyszerűbben és nem pénzkímélő módon tudja elvégezni, amit szeretne. Persze mondom, lehet ezt a Van de Graaff generátort úgy is járatni, hogy villanymotorral, hát most azzal fogjuk, és akkor bekapcsolom, persze ahhoz még tápegység is kell, bár olykor-olykor vannak olyan hangok, hogy elektromos áramot mindenféle külös, külsőbb energia nélkül is lehet tenni, de hát ez majd a következő adásról fog szólni, tehát ezt oda fogjuk beutalni. Ha bekapcsolom, akkor meg tudjuk növelni, és akkor a közelülők egy halk pattogást hallanak. Ez az úgynevezett koronakisülésnek a hangja. Ez sokkal hangosabb, hogyha ezeket bekapcsoljuk. Ez egy másfajta kisülés. Ez egy olyan ívkisülés, ami azért jön létre, mert a két pont között a feszültség olyan nagy, hogy egy ilyen nagy hanggal járó ívkisülés, vagy a szikra kisülés jön létre. No. Akkor főleg azután, hogy látták ezt a kísérletet, akkor az lenne a kérésem, hogy én szeretnék valakit megkérni arra, hogy vállalja el, hogy a következő kísérletben részt vesz, de majd én szeretném kiválasztani, és mivel hogy én nem csak azért, mert férfiből vagyok, ezért vélhetően egy nőt fogok választani, de mindenképpen, már van kedved? Na akkor gyere! Jó. Van életbiztosításod? Oké. Okay. Jó. Na gyere! Itt van, hogy mindenki lássa, a kísérlethez kell egy ilyen nagy feszültségre szigetelő zsámol, hogy nézd meg, milyen szép kis porcelán csigák vannak. Ezek nagyon nagy feszültségre szigetelnek, kérlek szépen, hogy
tedd föl ide magad, még ne nyújj hozzá, és akkor megbeszéljük, hogy mit is kéne csinálni. Először is fordulj el arra, és légy szíves, vedd ki a hajadból a gumit. Ez lesz a következő. Most jön a legnehezebb feladat. A minden ide, jó hosszú hajad van. Jó. Nem véletlen egyébként. Az lesz a feladat, hogy figyelj, meg kéne a hajadat úgy lazítani, hogy utána nem nyúlsz hozzá kézzel. Tudod, mi az a headbang? Nem. Vannak ilyen rockerek, tudod, ilyen rockzenészek, mint a Lukács Laci bácsi például, akik miközben gitároznak, kirázzák a hajukat. Próbáld már meg te is ugyanúgy megrázni. Ezt hívják a szakmában, a kezeddel ne nyújj hozzá utána, jó? Hát az a kérés, hogy összerázod, kicsit előrébb kéne hajolni, nagyobbat, úgy, jó. Helyes, kezedet nem nyújsz hozzá, úgy is van. Van de gráv generátorra most rá kéne tenni a kezedet. Itt egyébként, mint egy tükörben látod magad. Biztos, hogy meggondoltad magad? Jó, te csak nyugodtan rá. Ide rá kéne tenni a kezedet. És fájni fog? Nem. Mindjárt elmondom. Tehát akkor fog fájni, hogyha kialakulna egy szikra. De a szikra akkor fog kialakulni, hogyha a kezed és a gömb között távolság van. Tehát ha folyamatosan fogod, nem lesz belőle gond. Bocsánat, a keresztnevedet még nem kérdeztem. Anna, nagyon szép neved van. Ide figyelj, Anna, arra kell odafigyelni, hogy ezt a gömböt fogod. Elmondok neked még egy dolgot. Egy kicsit izgulsz, ugye? Azt tudod, azért jó, mert ha izgulsz, akkor nedves a tenyered, és jobban vezeted az áramot. Tehát ez mindenképpen jó. Inkább onnan mutasd, jó? Nem, semmit nem kell. Figyelj, Anna, félnivalód nincsen. Ha véletlenül a műegyetemen itt kísérletezés közben valaki meghal, azt éjszaka eltemetjük az egyetem kertben. Hát, jó, nincs semmi gond. Na, akkor kísérletet, kicsit menj át rá, mert lehet, hogy meg fog csípni. Na, kísérletet úgy fogjuk megcsinálni, bekapcsolom a Van de Graaff generátort, és a Van de Graaff generátort, amikor bekapcsolom, a kezén keresztül ő föl fog töltődni. Kisülni nem fog tudni, hiszen a szigetelő lábon áll, és akkor a következőt kell tudni, a töltések azok el fognak helyezkedni a felületen, a haján is például, és ennek eredményeként, na, bekapcsoltam, és várunk egy kicsit. Amit érdemes megnézni, ott látod magadat, Anna. Most egy picit megrázod a fejedet, akkor még jobb is lesz ez a kísérlet. Tetszik? Akkor kérd meg a mamát, hogy csinál rólad egy fotót, jó? Jobban rázd meg egy kicsit a hajadat, azaz, még jobban. Ez az, hibátlan. Tessenek megnézni azt, hogy amikor az elektrostatikus töltések, azok mindegyik ugyanolyan előjelű negatív töltés lesz, ezek a töltések taszítják egymást, mivel a haján vannak rajta, úgy fognak elhelyezkedni, hogy a lehető legtávolabb. Tetszel magadnak, Anna? Most szeretném elmondani, hogyha fizikusként ezt a helyzetet ki kéne elemezni, azt kell mondanom, hogy tessenek meggondolni, ha főleg a hölgyekhez szólok, ha valaki egy ilyen tupírozást szeretne, azért az, mert kéne dolgozzon a fodrász, én nekem fizikusnak hozzá se kell nyúlni. De tessenek utána gondolni, hogy ez jól működik. Na, hát Anna, azt akarom mondani, hogy nagyon jó. Kérem, hogy tapsolják meg Annát. Igen. Engedd el, és hátrafele lépjél le. Hátrafele. Jó. Jó. Gratulálok. Köszönöm szépen. Foglalj helyet. A gumit visszarakhatod a hajadban. Egyébként az elektrostatikával kapcsolatosan tudok ajánlani egy zseniálisan jó könyvet, ezt elsősorban érettségizetteknek tudom javasolni. A Feynmannak a mai fizika 5. kötete foglalkozik kezdetben az elektrostatikával, de az elektromosságtan az mindig az elektrostatikával kezdjük, és fölteszi azt a kérdést, hogy mekkora erő lenne akkor, hogyha veszünk 2-80 kg tömegű embert, megállítjuk 1 méter távolságra őket, és mindegyiktől, mind a kettőről leszedjük a töltésének az 1%-át. Az nem sok, ugye? 1% az szeretnénk, ha csak annyi lenne az adó. Na, viccet félretéve, ez az 1% töltés levesszük, és vajon mekkora erőhatás fog kialakulni a kettő ember között?
És hát nem véletlenül mondják az elektromos erőt a fizikusok strongnak. Képzeljék el, hogy ezt meg tudnánk csinálni, akkor a két ember között akkor erő lenne, amekkora a Föld gravitációs terében a Föld súlya. Igen. Ekkora erő az elektromos erő, és éppen ezért aztán, hogyha valaki azt kérdezi, hogy miért nem volt olyan, hogy takarítás közben az egyik sarokba találtak 4 kiló elektront, hát azért, mert ezek taszítják egymást. Tehát egész egyszerűen próbálnak teljesen úgy elhelyezkedni, hogy az erőhatás és az energetika szempontjából a legkedvezőbb legyen a helyzet. Még egy érdekesség, ha látom, hogy olyanok vannak, akik szeretik az ilyen kis eszmefuttatásokat. Az egyik ilyen például, hogyha otthon ki lehet, még egész biztosan még ma még lesz idejük arra, hogy ezt kiszámolják, elalvás előtt. Meg lehet tudni, hogy mekkora az elektronnak a tömege. Azt is meg lehet tudni, hogy mekkora az elektronnak a töltése. Ugye a két töltést, ha leteszünk valamekkora távolságba, akkor azok taszítani fogják egymást, és a tömegük miatt pedig vonzani fogják egymást. Tehát két erő lesz, az egyik a Coulomb erő, a másik pedig gravitációs erő. Ha mind a kettőnek az ember veszi az abszolút értékét, hát akkor azt jelenti, hogy mind a kettő mondjuk pozitív lesz, és a számlálóba tegyük be a Coulomb erőt, a nevezőbe pedig tegyük be a tömegvonzásból származó erőt, és akkor a kettőnek a hányadosa azt mutatja meg, hogy a gravitációs erőnél hányszor nagyobb a Coulomb erő. Nem tudom világos, amit elmondok. Azt mondanám, tudván azt, hogy a legtöbbünknek van ekkora gyereke, meg kell kérdezni a gyereket, hogy csinálja meg, mint egy pótházi feladatot, és akkor akinek már régen volt az érettségi, mint nekem. Na, tehát viccet félretéve, az ember ezt az szorzást, vagy ezt az osztást elvégzi, akkor az fog kijönni, hogy valami 4,2×10 a 42-en. És ez egy szám, ami egy arányszám, ami azt mutatja meg, hogy ennél a tömegvonzásnál hányszor nagyobb a Coulomb erő. Ez egy döbbenetesen nagy szám, tehát igazából, amikor ezt a kísérletet elvégeztük, akkor ezzel az erővel játszottunk, persze nem akkora mennyiségben, hogy ez működjön. Van egy másik kísérlet, amit még szeretnék megmutatni, nem csak emberi hajjal lehet ezt elvégezni, hanem ilyen muffin sütőket is lehet venni. Általában azért szeretem az ilyen kísérleti eszközöket, mert ezekről nem kell sokat magyarázni, a legtöbb ember ezeket ismeri. Tehát, hogyha ide ezt föltesszük a Van de Graaff generátorra, akkor, ha bekapcsolom, akkor amint látják, a Coulomb erő tényleg nagy, és ha valaki megpróbálná kimérni azt, hogy egy ilyen muffin mennyivel lett nehezebb azáltal, hogy mondjuk néhány elektront ráerőltettünk, esélytelen. Tehát ez egy teljességgel esélytelen dolog, a kölcsönhatás az pedig elég jelentős. Bocsánat, csak azért szedegetem össze, hogy el ne essek benne, tehát nem másért. Akkor még egy kísérletet szeretnék megmutatni, ez a kísérletnek azt a címet szoktam adni, hogy a takarítónéni kedvenc kísérlete. Van itt az intézetben egy, most már nincs itt, mert nyugdíjba ment a kedvünk kedves kollégám Anikó. Jobb 10 évig koptattuk egymást, azt mondta egyik alkalom, hogy Károly magának nagyon sok hülye kísérlete van, de ez a leghülyébb az összes közül. Tehát ide egy kis konfetti szórunk. Így. És akkor a konfettit, hogyha bekapcsoljuk a Van de Graaff generátort, akkor fogják látni, hogy mindegyik konfetti ugyanolyan előjelű töltést kap, és amint látják, a Van de Graaff generátorról szép lassan ezek a konfettik szanaszét szállnak, és hát igazából, hogyha valaki föltesz a kérdést, hogy túl azon, hogy a takarítónénit őrületbe kergetjük, mire jó ez még? Hát például ez az egyik, ugye, hogyha megnézik, a hátamon is vannak ilyen pöttyöcskék, és akkor ugye a Van de Graaff generátor által föltöltött részecskék, ezek irányítottan mennek, ha itt mondjuk negatív töltés, akkor pozitívra mennek, a leföldeltre, és hogyha azt ugyanezt megcsináljuk festékkel, tehát van egy festék, aminek a pisztolyát, festékszóró pisztolyt nagy feszültségre kapcsolunk, akkor sokkal könnyebb lesz festeni, a festéket célba juttatni, akár arra az oldalra is lehet festéket juttatni, hiszen a festő nem lát. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy ez egy fontosabb dolog. Mondom, Van de Graaff generátort ezt a végére szoktam tenni, de félek attól, hogy túl nagy lesz a páratartalom az előadás végén.
és esetleg nem sikerülne a kísérlet, Anna biztosan nem sikerült volna veled ilyen jól. Na, tehát akkor nézzük a következőt. Miután elraktam a Van de Graaff generátort, akkor egy olyan kísérletet szeretnék megmutatni, ami az egyik szívem csücske, mert igazából arra próbálom rávenni az embereket, hogy gondolkodjanak. Nem egy egyszerű dolog, de többé-kevésbé szokott sikerülni. Így. Tehát itt van maga az eszköz, amivel szeretnék kísérletezni. Van egy konnektorunk, itt van. A konnektorunkhoz tartozik egy kapcsoló, ott van rajta, és itt van hozzátartozó foglalat. Ugye, amit fogunk mérni, az nem lesz más, mint meg fogjuk mérni az izzólámpának a feszültségét, akkor, amikor bekapcsolom. Tehát ide betesszük, és bekapcsolom. A lámpa világít, és 15 wattos 230 voltos, tehát itt a leírásokból szépen meg lehet találni. És látjuk, hogy mekkora a fénye, látjuk, hogy mekkora a feszültség. Ez az első része a kísérletnek. Úgy folytatódik, hogy ugyanekkora méretű, ugyanekkora teljesítményű, ugyanolyan foglalatú, 24 voltos izzót hoztam. Ezt fogjuk becsavarni ennek a helyére, és megnézzük, hogy mi fog történni a bekapcsolás után. Mondjuk 10 másodperccel később adna valaki ezért akár egy forintot is, hogy működik vagy nem működik. Ugye egy 230 voltos konnektorhoz van hozzákapcsolva, és hogyha bekapcsolom, akkor szerintem nagyon jól látszik, hogy világít, elég jól bírja. Kicsit kicsi a kitérés, ezért megtehetjük, hogy a műszernek a mérés határát lecsökkentem 300 voltról 30 voltra, akkor megint csak már jobban tudjuk leolvasni, sokkal pontosabban itt a skálán. És mi vagy ezen az oldalon is látom a műszert, látom pont 24 volt. Ezek után kikapcsolom, és visszacsavarom a másikat, és fölteszem a kérdést, addig gondolkodjanak, hogy mi lehet a magyarázat. Tehát két lehetőség van, az egyik, hogy például eladtam reggel az ördögnek a lelkemet, hogy sikerüljön a kísérlet, vagy esetleg egy intelligens konnektor van, hogy van tömegfelismerő, és tudja, hogy 24 voltra kellett tekerni magát. Vagy hogy is néz ez ki? Nézzék meg, tehát ugye most visszatettük a 230 voltba, csak a kapcsolón változtattam. Mi lehet, lefelejtettem a mérés határt beállítani, de hál' Istennek hülye biztosra van csinálva, még a tanárokat is kibírja a műszer. Szerintem jól látszik. No, tehát akkor kérdés az, hogy mi lehet a magyarázat. Legjobban akkor szerettem ezt a kísérletet bemutatni, mikor villamos képesítésű emberek vannak, mondjuk villamos mérnökök, meg tipikusan az összes létező hibát elmondják. Tehát a megoldás. Ugye? Az egyik ilyen tipikus hiba az szokott lenni, hogy biztos áramgenerátor van benne. Ma nagy divat az áramgenerátor, a ledeknek a meghajtása többnyire ebben történik. De hát ugye azt tudjuk, hogy a 230 volt 15 wattos lámpához sokkal kisebb áram kell, mint a 24 volt 15 wattos lámpához. Tehát ez nem biztosan nem lehet. Na akkor mi lehet a megoldás? Hát megmutatom, nagyon egyszerű a történet. Van egy kis csalás benne, de én olyan csaló vagyok, aki menet közben leleplezem magam. Tehát én úgy szoktam mondani, hogy van többfajta csaló. Az egyiket úgy hívják, hogy mentalista. Ő úgy csinál, mintha az emberektől különbjebb lenne, és olyan képességeket próbál elhitetni magáról, ami valójában egy csalás. Aztán van a másik, aki, én már barátom is van egy jó pár, a bűvészek ilyenek, ők azt mondják, hogy vigyázz a csalok, kilopom a szemedet, de szórakozz rajta jól, de elmondja. És én pedig azt is megmerem tenni, hogy el is mondom, hogy hol csalok. Jelesül van itt mögötte egy doboz. Egy nagyon egyszerű doboz. Ebbe a dobozba fölteszem a kérdést, hogy mi lehet.
Én hallottam egy dolgot, hogy mi van benne? Ellenállás, jól mondtam? Jó, hát felsorolhatjuk az összes alkatrészt, keravil is van benne. Na minden esetre a következőt kell mondjam. Van egy hangulat, tehát talán mintha innen hallottam volna. Tegye már föl a kezét, akivel beszélgetek. Á! Akkor ide közelebb jövök, hogy mindannyian halljuk, csak a mikrofon. Na mesélj el, hogy mit gondol. És a trafó? Az kisebb áramot. Jó. Az a helyzet, hogy... Jó. Megmutatom, hogy egyébként nem ez van benne. Nézze meg, kicsavarom a kicsavarom minden az izolámpát, így. Tehát az izolámpát kicsavarom, be van állítva 300 voltra. Tudod mutatni? Amikor én ezt bekapcsolom, akkor nem 230 voltat, hanem 258 voltot mutat. Amikor én ezt ebben az állapotában becsavarom az izzólámpát, itt van a 230 voltos izzólámpa, tehát most direkt nem csavarom ki, hogy mindenki lássa, hogy tényleg semmi csalás nincs, becsavarom, és akkor lejjebb fog esni egy kicsit a feszültség, jól láthatóan lejjebb esik. Amikor becsavarom a 24 voltos izolámpát, akkor meg sokkal lejjebb esik. Na most ugye föl lett tenni a kérdés, hogy mi ennek a gyakorlati haszna. Mindjárt mutatom, nézze meg, tehát becsavarom, és akkor ez sokkal lejjebb esik. Ilyen egyszerű. Egyébként van benne trafó, ez így igaz, de nem lefele transformálja, hanem fölfele, és a trafóval sorba van kötve egy viszonylag nagy ómos ellenállás, és ez az ómos ellenállás olyan, hogy esik rajta annyi feszültség, az egyik esetben egy kevesebb, a másik esetben egy kicsit több, mind a két esetben ugyanakkora lesz a teljesítmény. Én annyit ígérek, hogy akit ez a dolog érdekel, a honlapomra, a mai nap este föl fogom rakni ennek a megoldását. Olvassák el, ha én ezt most elkezdem fölírni, az biztos, hogy a 70%-uk elmenekülsékítva. Ezt hagyjuk ki, és akkor nézzünk valami olyan kísérletet, ami talán szórakoztatóbb egy picit. Ugye a kísérleteknél az nagyon fontos. Oké. No, akkor a kémeim jelentették, hogy kész a kréta. Ezt a krétát elhozom ide, így ahogy van, önök felé fordítom, és megkérlek benneteket, hogy te fogod mutatni? Vagy ő? Így mutatom erre. És a kréta... Jó, előbb-utóbb majd meg lesz. A krétának az itt a barna színből először szétvált egy kék, és fölül pedig egy ilyen narancssárga színű. Talán ha így mutatom, akkor látják. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy megtaláltuk, hogy milyen színekből keverték össze a barnát. Amit ide mellé tettem feketét, az pedig itt éppen lilává ment ki. Ez azt jelenti, hogy feketét sem egyszerű. Igen, szerintem szépen látszik, hogy ez a csík, ez a lilás, az volt a fekete, ez a szélesebb, ez volt a barna. Úgyhogy most a segédeim elkezdtek elvonulni, és csinálják a videófájt. Rövidesen meg fogják látni, hogy ez hogy alakult ilyenné, tehát hogyan vándoroltak ezek a színek. Úgyhogy ezt akkor szépen eltesszük ide, és akkor nézzük a következő kísérletet. A fizikát szokták mondani, hogy néha nem eléggé életre nevel. És akkor szeretnék mutatni egy kísérletet, ami a fizika tanításához azért jó, mert ilyen motivációs kísérletnek szoktam bemutatni. Itt van egy ilyen viszonylag hitvány madzag, ami hát olyan gyönge. Mi az, aki esetleg úgy gondolja önöket, hogy el tudja tépni így? Te megpróbálod? Szerintem rákaszkodsz, a teljes súlyod nem tépi el. Na mindegy, de megmutatom, hogy viszonylag nem bonyolult eltépni, mert hogyha az ember szépen rátekeri az ujjára, és megfogja egy mozdulat, hogy el lehet tépni. És igazából hozzáteszem, hogy pár évvel ezelőtt volt az intézetünkben egy doktorandusz kislány, aki összesen volt 57 kiló, és ő ugyanígy meg tudta csinálni, és akkor a nyitott napokra mindig őt küldtük el, mert ő sokkal hitelesebb volt, mert azt gondolhatják, hogy én jóval erősebb vagyok, mint ez a madzag, de megmutatom, mi benne a fizika. Tehát a helyzet az,
hogy egy madzagnak az eltépése, ezek az eltépése, ha így próbálkozna az ember, lehet, hogy el tudnám tépni, de hogy itt fölsérteni a kezemet, az biztos. Az első dolog az, hogy biztosítani kell, hogy a madzag nagy felületen találkozzon a kezemmel, ezért azt csinálom, hogy átvetem a kezemen, elhúzom ide erre a hüvelykujjam felé, és ezt a felét, nézzék meg, úgy tekerem föl az ujjamra, hogy saját magára rátekerem. És akkor itt ez a madzag még úgy lett rögzítve, hogy ez biztosan nem vágja el az ujjamat. Az első kísérlet. Akkor a második, hogy visszaveszem ezt a madzagot, és akkor érdemes ezt a kereszteződést figyelni. Egy, kettő, három, négy kötélág, és ebből a négy kötélágból, aki egy kicsit a vektorok lelki világában járatos, akkor rájöthet, hogy a fele, megfeleztük az erőt. És akkor van egy következő dolog, hogy amikor én ezt húzom, ugye erre a kezemre szépen rátekerem, úgy fogom húzni, hogy itt ezen a részen nagyon kicsi íven forduljon ez a madzag. Ez azt jelenti, képzeljük el, hogy a külső ív az nagyon meg van terhelve, a belső ív szinte alig, és ennek eredményeként a külső pászmák fokozatosan fognak mindig kívülről befelé szakadni. És van egy harmadik, egy következő rész, amikor ezt én föltekerem, akkor a két kezem között valamekkora távolság van, ezzel a kezemmel fölfelé, ezzel lefelé, és egy mozdulattal eltépem. Ugye azt lehet mondani, hogyha erőket csoportosítjuk az időbeli lefolyásuk alapján, akkor el lehet mondani, hogy van a statikus erő. A statikus erő az, amikor az ember idejön, és például elkezd így folyamatosan így nyomni az asztalt, és akkor azt lehet mondani, hogy a függőleges tengelyen az erő van, a vízszintesen az idő, és akkor ez egy vízszintes egyenes lesz, állandó terhelésnek hívjuk, statikus terhelésnek. És akkor a másik erő az pedig olyan, amikor az ember kalapál, hogy ráütök egyet, akkor van egy kis tüske. Ez a dinamikus terhelésnek hívják, és a lengő terhelés az, amikor egyszer lefele nyomom, egyszer fölfele. Tehát még előjelet is vált. Na most, amikor az ember ezt a madzagot megrántja, akkor sokkal kisebb erővel el lehet tépni, mint hogyha folyamatosan húzza az ember. Tehát tulajdonképpen a madzagtépésnek ez a fizikája arról szól, hogyha az ember megtanulja mondjuk a vektoroknak a lélektanát, akkor tényleg úgy is mondhatnám, hogy ha ezt rendesen megtanulja egy férfi ember, akkor a kocsmában nagyon gyorsan és ingyen juthat sörhöz. Látják, higgyék el nekem, hogy ezzel lehet keresni. Egyszer volt, hogy nem elfelejtettem az előadásomra madzagot vinni, és akkor bementem egy ilyen mezőgazdasági boltba, és mondtam nekik, hogy hát ugye olyan madzagot keresek, amit puszta kézzel nem lehet eltépni. És akkor mondta, hogy itt van ez a madzag, mondtam, hogy ne vicceljen. Azt mondta, hogy eltépen puszta kézzel, az enyém lehet. Hát a végét tudhatják. Tehát jó, a következő kísérlet, ez egy olyan kísérlet lesz, ami egy rövid ideig tart. Egy rövid ideig tart, kell hozzá egy tölcsér, kell hozzá egy kis virágpor, meg egy gyufaszál, ami ég. Ez a virágpor, tehát ez a virágpor, ez úgy működik, hogy ide kiöntök egy keveset, ide egy kis keveset kiöntök, ígyni, és megpróbálom gyufával meggyújtani. A gyufával való meggyújtásnál azt tudni kell, hogy a virágpor az az összetevői tekintve éghető, és hát hogyha az ember megpróbálja meggyújtani, akkor több-kevesebb sikerrel járhat, de leginkább csak az fog történni, hogy a virágpor az csak úgy pislákol. Úgy pislákol. Egy picit megkaramellizálódik ott a virágpor. Most egy másik módszerrel fogjuk megpróbálni meggyújtani. Én ide teszek egy kis virágport ebbe a tölcsérbe. Kell hozzá gyufaszál. Meg is kell gyújtani, és annyit fogok tenni, hogy levegővel fogom összekeverni a virágport, és úgy gyújtom meg. Tehát azt hiszem, hogy jól látják, hogy körülbelül 10-szer annyi virágpor egy lobbanás alatt elment. Ez egy barátságos kísérlet idáig, de ebből komoly robbanás is lehet, az úgynevezett virág, vagy porrobbanás. A virágporral csak egy ilyen barátságos kis mennyiséget csinálunk. Ha valaki beírja például azt, hogy alumínium porrobbanás a neten keresőbe, akkor lehet látni, hogy nemrég Kínában, pár évvel ezelőtt egy ilyen alumínium porrobbanás egy negyed városrészt elvitt. Ugye az alumínium az egyébként látszólag egy barátságos eszköz,
Ugye nem nagyon tapasztaljuk, hogy az alumínium mondjuk rozsdás lesz, vagy bármi effélét. Mégis a kémiai vegyületekben, hogyha megadjuk neki a találkozást a kedvencével, akkor hihetetlen dolgokat lehet kitalálni. Ugye az alumínium attól lesz egyébként ilyen látszólag passzív, hogy amikor elkezd oxidálódni, az alumínium oxid az egy zárt vegyület lesz, tehát nincsenek benne repedések, és nagyon érdekes, hogy a hőtágulási együtthatója annyi, mint az alumíniumé. Tehát amikor kicsit megmelegszik, összehúzódik, akkor továbbra is zárt marad. A vasoxid nem ilyen. A vasoxid ugye az attól lesz a vas, ilyen nagyon erősen rozsdálódik, hogy amikor kicsit megmelegszik, összehúzódik, akkor mindig a vasoxid megreped, és a következő oxigénnak lehetőséget ad egy következő vassal való találkozásra. Azt hiszem, megcsinálom ezt még egyszer, hát, hogyha tetszett többeknek. De általában szokták kérni, ha valakinek fényképet akar csinálni, elmondom, hogy mit érdemes megnézni majd a fényképen. A fényképen azt érdemes megnézni, hogy egy darabig egy ilyen egészen keskeny csőben fog itt kiérkezni az éghető anyag, és utána elkezd így tágulni. Na, ott kezd igazán meleggé válni a helyzet, tehát a hőtágulás fogja ezt a láng felületet egészen nagyra fölfújni. Na, tehát akkor... No, hát körülbelül így néz ki a virágpor. Egyébként asztalos műhelyekben elég gyakran szokott porrobbanás előfordulni, malmokban a porrobbanás akár az egész épületet összeképes dönteni, tehát azért ez nem játék. Úgyhogy mindenképpen azt tudom mondani, hogy a porrobbanás ellen egy dolgot lehet tenni, takarítani. Tehát ez akármennyire fárasztó is. Csináltam egy eszközt. Opa. Ez egy fakirágy. Nem akárkinek való. Az a helyzet, hogy hoztam léggömböt, és most szeretnék valakit kiválasztani, aki jelentkezik. Olyan kéne, aki nem nagyon gyönge. Jössz? Jó. Itt van egy léggömb. Ezt a léggömböt én fölfújom. Mi a kereszt neved? Domi. Domi. Igen. Jó. Figyelj ide, Domi. Elmondom, mi lesz a feladatod. Itt van ez a fakirágy. 139 darab szög van benne. 13x13, vagy 12x12, már nem emlékszem, de az biztos, hogy nem kevés. Én ezt ide rárakom, hoztam egy deszkát, hogy meg ne sérüljön a kezed, és az lesz a feladatod, hogy itt megállsz, így nyújtott kézzel, így, és megpróbálod kidurrantani. Állj, állj, lögdösni nem ér. Tehát egyenletesen növekvő erővel, és várj egy kicsit a szélén, ne a szélén csináljuk, hanem itt a közepén. Így. Jó? Nagy feladat egyébként. Az a helyzet, hogy ez erre van kitalálva ez a kísérlet. Na, tapsolják meg. Na. Ne menj el. Azért megbeszéljük, aki nem volt egyszerű. Igen, már nyomás. Nem volt egyszerű, ugye azt kell tudni, hogyha megpróbálnánk egy olyat, hogy egy szöget így beletennénk egy darabot a léggömbbe, akkor megnéznénk, hogy mekkora az az erőmvel ki lehet döfni. Annak épp a 121 nehányszorosa volt, 100, nem biztos, hogy mindegyik ráért. Éppen ezért ez egy idő után nem egy egyszerű dolog. Ennél sokkal nehezebb, ezt azért mondom, hogyha valaki otthon mondjuk az ismerősével ki akar szúrni, hogy próbálja meg, hogy fölfúj egy léggömböt, és mondja meg a kollégájának, vagy akárkinek, hogy nyújtott kézzel így, annélkül, hogy beleereszteni a körmét, durrancsa el. Esélytelen. Foglalj helyet. Na, akkor megnézzük a következőt. Megint kéne nekem egy önkéntes. Még nem tudom. Na gyere, te már az előbb is jelentkeztél. A helyzet az, hogy megadjuk az esélyt annak, hogy a fizikaórának hama vége legyen. Hoztam egy-két dolgot. Na, jössz? Jól van. Az egyik legkedvesebb kísérletem fog következni. Az lenne a kérésem, hogy nézd már meg, mi van benne. Dió. Hangosabban. Dió.
Dió. Na jó van, akkor még pedig idej, ott van egy kalapács. Mikor törtél utájára a diót? Mi a keresztneved? Márk. Márk. Mikor törtél utájára a diót? Tavaly. Jó. Most igen, úgy fogsz diót törni először, hogy az én fejemen. Bevállalod? De pedig ez a feladat. Erre jelentkeztél. Na gyere, figyelj, hogy fölérjél ide engem, én ide leülök, ott van a dió. Még azt kéne megnézni, hogy az tényleg igazi kalapács-e. Igazi. Oké. Na, én akkor leülök, és te pedig a fejemen fogsz diót törni. Oda álljál hátam mögé. Én annyit teszek, hogy ide ráteszek egy ilyen 5 kilós súlyt, de úgy teszem rá, csak az ujjammal, hogy oldalról megtámasztom. Te pedig ezen törjed a diót. És kérlek, ne sajnálj, mert a fizika megvéd engem, ne aggódjál te ezen. Na. Foghatom a diót. Foghatod a diót. Na. Az a helyzet, hogy a tehetetlenségről szól a kísérlet. A tehetetlenség a mindennapi életben egy foglalt fogalom. Te ide figyelj, Márk. Hogyha jelentkeztél erre, akkor most hát csapjál oda egy akkorát, hogy ne tovább. Hát akkor vedd a következőt. Vedd a következőt. Azt szeretném elmondani, a fizika kísérletekkel szemben milyen elvárásaink vannak. Az egyik, hogy a fizika kísérlet megismételhető legyen. Úgyhogy légy szíves, legalább még egy párat törjél. Úgy. Úgy is van. Na most van egy másik fontos kísérleti követelmény, hogy mindenkinek egyformán sikerüljön ez a kísérlet. Tudod, ez mit jelent már? Hogy most te ülsz ide. Na, tessék. Egyébként meg kell, hogy emlékezzek valakiről, aki nekem nagyon kedves. Középiskolában volt egy tanárnő, én őtőle tanultam. Képzeljék el, akkor sokkal egyszerűbb volt a fizika tanároknak a dolga, mert a kinematikára akkor volt majdnem 4 hét. Most összesen van 3 óra rá. Tehát 4 tanítási héten tanultuk meg a kinematikát, most ezt 1 hét alatt lezavarják azokon a helyeken, ahol lóhalálában tanulják a fizikát. És na, akkor a fizika tanárnőnek nagyon jó esélye volt arra, hogy megismert minket az ott az 1 hónap alatt, és tudta, hogy amikor ki kell hívni, a leggátlástalanabb gyereket hívta, mert amikor kérdezte, hogy ki akar a fején diót törni, mindenki akart a fején diót törni, agyon akartuk már akkor ütni, de ő pedig csak nevetett, mert tudta, mi fog kiderülni belőle, mégpedig az fog kiderülni, hogy itt van ez a kalapács, ennek a kalapácsnak a tömege, és ennek a vastömnek a tömege miatt, hogyha ütközni fog, akkor ez alig fog megmozdulni. Úgy is mondhatnánk fizikus szóval, hogy a mozgás állapota alig változik. Szerintem ez jól látszik, hogy meg lehet törni. Még jól vagy? Jól. Helyes. Tehát azt hiszem, hogy ez jól látszik, hogy ha megtöröm, egyébként azért nem repül el, mert még nem szárad ki. Te is ezt tapasztaltad, ugye? Jó nedves dió. Idei dió. Na most az a helyzet, hogy dió nélkül is kibírja. Tehát nem kell ezzel megcsodálkozni, ugye a tehetek, parancsolj, ide figyelj csak. Szereted a diót? Akkor vidd el. Hogyha látsz valami szép csinos lányt, mondd meg, hogy ő is egyen belőle. Annyit szeretnék elmondani, hogy ugye a tehetetlenség, mint fogalom, az a mindennapi életben ez egy foglalt dolog, és az csak negatív. Gondolnak utána, valakire azt mondják, hogy tehetetlen, hát nem dicséret. Az még nagyon fontos még mindenképpen, hogyha az ember ezeket végig gondolja. A fizikában az a szó, hogy tehetetlenség van, amikor jó, van, amikor nem jó. Hát ha megyünk a focipályára, és el akarjuk sodorni azt a nokedlit, jó, hogyha nagy tömegünk van, nem? Tehát ez világos. Ha viszont jövünk le a downhill biciklivel lefelé a lejtőn, és nincs fékünk, akkor már nem örülünk a tehetetlenségünknek. Hát egyértelműen lehet tudni, hogy nem jó, vagy nem rossz, amit szeretnénk megmutatni. Amit szeretnék, az pedig egy olyan kísérletet szeretném megmutatni, hogy itt kalapáccsal vertem a diót, Márknak a fején, meg oda-vissza. Én azt szeretném megmutatni, hogy amikor ütközés történik, akkor ugye munkavégzés is történik. Egyik részről össze lehet törni a diót, másik részről pedig az a munkavégzés átalakul hővé. A hővé átalakulást úgy fogjuk megmutatni, hogy hoztam én egy szoftvert, és ezt a szoftvert fogjuk egy pillanatokon belül elindítani. Igen. Amit látnak, az ennek a kamerának, ennek a speciális videokamerának a képe.
Ez a speciális videokamera látható fényt nem, viszont a látható fénytől az infravörös tartományban, az egész távoli infravörös tartományban is fog tudni mutatni hőmérséklet eloszlást. Tehát amit itt látunk színeket, ott például a kék az a hideg, ha valaki megnézi, akkor talán itt ezen a részen, tehát ott ezen a részen lehet látni, hogy a feketétől a fehérig az van kalibrálva, szépen nézegetik, akkor lehet látni, hogy ez egy hamis színes információ, és minden egyes színnek megfelel egy hőmérséklet. Például a leghidegebb az 22 fok, és ha jól látom, a legmelegebb az meg 26 fok. Nézzék meg, akkor a mögé állok, akkor ennek az egésznek egy hátteret biztosítunk, és ez a háttér, mert ki fog rajzolódni, automatikusan megy a színek után, tehát a háttérben kirajzolódik a egyik része az én forró mancsom, mármint a ülő számító forró mancsom, és gyakorlatilag, ugye, mivel autórincsbe van kapcsolva, ezért aztán, amikor kiállok, akkor automatikusan megkeresi a legmelegebbet és a leghidegebbet, és azt fogja felosztani. Azt szeretném megmutatni, hogy az ember, amikor kalapál, például az egyszerűség kedvéért hoztam egy ilyen anyát, és akkor ezt az anyát fogom én itt most megpüfölni, és ugye azt lehet látni, hogy az anya jelen pillanatban nem látszik, mert ugye annyira hideg, annyira sötét. Itt van ez a kalapács, elkezdem én ezt püfölni. Hoppá! Nem probléma az, bele van kombinálva. Hoppá. Pedig megkötöttem, ne nyúlj hozzá, mert megégeti az ujjadat. Te elviheted csak, mert várd meg, míg kihűl. Jó. Ide leteszem. Szerintem jól látszik, hogy az ott van, és ott vöröslik. Tehát ott látszik, és vöröslik. Itt a másik, azért megmutatom, azt mondják, hogy a jó sikerült kísérletet nem szokás ismételni, de kivételesen tegyünk kivételt. Tehát elkezdem csapkodni. Hoppá. Nem törik ez el, csak valamilyen oknál fogva. Túl kemény az anyaga ennek az anyának. Jó, ezt itt abba hagyjuk. Minden esetre azt azért szeretném elmondani, hogy abban a pillanatban, amikor az ember ráver erre, deformálódik, és a deformáció révén az is előjön, hogy forró lesz. Tehát a mechanikai energiát, ide repült? Jaj, de jó. Tehát a mechanikai energiát ezt át lehet alakítani hővé, akkor mégiscsak megismételjük. Olyan nincs, hogy ne ismételjük meg, legfeljebb dupla drótot keverünk rá. Szóval, hát próbáltam én úgy is pattan. Szerintem azért látszik, nem? Úgy. Itt van. Szerintem jól látszik, hogy ez forró, és ez attól melegedett meg, hogy a mechanikai munka átalakult hővé. Ugye nekem megadatott egyszer, hogy dolgoztam egy kovácsot láttam, aki elővette egy vasdarabot, elkezdte püfölni, és addig melegítette, míg rá tudott róla gyújtani. Ebben most, hogy óvatosan mondjam, nem kis jártassák el, a kovácsoknál ez egy fokmérő, hogy meg tudja csinálni. Én nem vagyok kovács, tehát maradjunk ennyiben. A következő kísérlet az egy hőtani kísérlet lesz, már maradjunk a hőtannál egy picit. Kell hozzá egy pumpa, egy megfelelő, jó minőségű biciklipumpa. Kell hozzá egy palack, ebbe a palackba, ide a tetejébe beleszereltem egy dugóba egy ilyen labdafújó szelepet, és ennél fogva én föl fogom pumpálni. Amikor ezt az ember sikeresen fölpumpálja, akkor majd mindjárt fogjuk látni, mi történik. Azt kell, nekem arra kell nagyon odafigyelnem, hogy ez a dugó ez magától ezt szeretne kicsusszanni, tehát kézzel meg kell tartani. Körülbelül a légköri nyomásnak a 2-3-szorosára fogom fölpumpálni. Ilyenkor, amikor belepumpálok levegőt, az a levegő, ami bekerül, az egyik részről sokkal több, mint ameddig benn volt, másik rész nagyon sok pára kerül bele.
ugye most ez elkezdett fölmelegedni, és a fölmelegedés után, amikor hagyjuk kihűlni, akkor a hirtelen kiengedjük a gázt, akkor nagyon hirtelen lehűl, és keletkezni fog ebben a palacban egy felhő. Nézzék meg, hogy hogyan. Így mi. Itt a felhő. Abban az esetben, ha elkezdjük a nyomást növelni, akkor így csiribú-csiribá eltűnik a felhő. Tehát szerintem a kísérletben az a legszebb, hogy nagyon olcsó, és nagyon sok mindenre megtanít minket. Gondolom, eldobott palacka mindenkinek lehet. Szerintem ez jól látszik. No, azt fogjuk csinálni, hogy én ezt a palackot megkeresem ezzel a videókamerával. Csak meg kéne találni. Nem olyan egyszerű ám ez. Igen. Aha, ott van. Annyit kell tenni, hogy picit állítunk rajta. És akkor a következőt szeretném megmutatni. Most úgy nagyjából belesimul ez a palacnak a hőmérséklet a környezetébe. És ha tényleg emelkedik a nyomás, amikor összenyomjuk a levegőt, abból fogunk valamit látni. Na nézzük, hogyan. Szerintem látszik, hogy zöldül és melegszik. És amikor kiengedem, akkor lehűl. Ott van. Tehát a hőmérséklet, amikor tényleg hagyjuk a gázokat tágulni, akkor nagyon gyorsan lecsökken. Mindenesetre azért a kameránkban az, hogy nem annyira gyors volt a hőmérséklet változás, azért azt tudjuk be a következőnek. Annyit fog tenni, hogy igen, megmutatom, hogy a ez itt én lennék, és hogyha fölteszem a szemüveget, akkor még izgalmasabb. Tehát akkor, amikor azt szerettük volna megmutatni, hogy mennyire gyorsan változik a hőmérséklet, az ennek az árnyékoló hatásával számolni kell. Tehát az, hogy a lassan emelkedett a hőmérséklet, az praktikusan annak is köszönhető, hogy a gáznak a hőmérsékletét valójában nem tudjuk megmérni, csak ennek a héjnak a hőmérsékletét. Hát ugye most látják az én arcomat, ott látszik, hogy a szemem az jó vörös. Ha fölrakom, akkor a szemüveg árnyékoló hatásaként egy kékebb, egy hidegebb felületet fogunk látni. Tehát amikor az ember egy ilyennel vizsgálódik, akkor nem baj az, hogyha érti azt, hogy pontosan mi van a kezében. Az órán elején ezzel kezdtem az én mondandómat. Mit is akartam még? Ja, tudom. Bocsánat. Jó. Akkor szerintem hozzuk a deszkát, és akkor mérjük. Van egyébként egy olyan kísérlet, ugye meg is fogom keresni, hogy erre a kísérletre egy egész kicsit építettünk egy taneszközt. A műegyetemen van 8 kar, ebből az egyik a természettudományi kar, amelyiknek a rendezvényén vannak, és ez, amit a kezembe tartok, a villamos karnak az egyik hallgatójának a tervezése, hát egy villamosmérnök hallgató tervezte ezt az eszközt, hogy ez pontosan mire jó, hát erről fog szólni a kísérlet. Itt van ez a palack. És ami szükséges lesz ehhez, az kell majd egy szoftvert elindítani, amit mindjárt elmondom pontosan, hogy mit is jelent ez, csak meg kell keresni. Igen. Ide leteszem neked, hogy lássad. Tehát a BME automatizálás tanszékén készült ez a szoftver. Jelen pillanatban még nem történik semmi. Az eszközt, amikor bekapcsolom itt, akkor egy pici piros LED fog világítani, ilyenkor kalibrálja magát az eszköz. Amikor zöldre vált, akkor arra alkalmas, hogy fogadjon, küld adatokat. Adatokat egyik részről Bluetooth-on keresztül fogja küldeni, és egy hőmérő és egy nyomásmérő van benne. Én beteszem ezt az eszközt a palacba, úgy tervezte a hallgató, hogy ezen a lukon be kellett, hogy férjen. Tehát könnyedén be lehet ide rakni, így. Látják, hogy még mindig zöld. Bezárom, és egy olyan kupakot raktam rá, hogy azért ezt ne kelljen folyamatosan tartani.
és összekombináljuk a kísérleteket, mert ezt a palackot szeretném, hogyha látnánk hőmérséklet szempontjából is. Azt mondja, hogy ezt oda kéne, ott van a palackunk, így. Na most, bekapcsoljuk a szoftvert, és a következőt fogjuk látni. Először is látjuk, hogy már kéken világít, és elkezdte az adatokat adni. Ez a felső rész, ez a piros pöcsor, az minden egyes mérés után, eltelik egy kis idő, jön az újabb mérés, ez a hőmérsékletet méri. Ez a kék pöcsor, ez pedig a nyomást méri. Ott benne a palackon belül. Most csatlakoztassuk ide a kupakot, és elkezdem. Látják a nyomás is, és a hőmérsékletet hogyan lehet követni. Egyébként, hogyha egy pillanatra fölkapcsolnánk, akkor azt is látnánk, hogy hogyan emelkedik a hőmérséklet a palacba. Éme itt van. Szerintem a fiúk azt is lehet, hogy tudják, hogy egymás mellé rakják a képet. Jó eséllyel ezt fogják produkálni. Így. Ígyni. Ugye az, hogy néha pirosabb, néha zöldebb, az ugye azért van, mert a háttérhez mindenki adaptívan teszi hozzá. Látjuk, hogy a hőmérséklet hogy alakul. Most a hőmérséklet elkezd csökkenni, hiszen a környezettel elkezd kiegyenlítődni, és ennek eredményeként ugye, hát látjuk, hogy mi történik. Most azt fogom tenni, hogy kinyitom a palackot, először is lehűl, szerintem ez nagyon szépen látszott, és a hőmérő is mutatja, hogy lehűl. Ha itt lett volna valaki, és így megfogta volna kézzel, akkor ezt még érezhette is volna, és akkor majdnem olyan biztosak lehetnénk a dolgunkban, mint Pakson, mert Pakson előírás, hogy minden fizikai mennyiséget háromféleképpen kell mérni, és mind a három más módszer. Ugye az egyik a tapintás, az lenne az egyik, a kamerával, hőkamerával tudjuk követni, az a másik, és a harmadik pedig a nyomás, a hőmérővel, ez egy olyan hőmérő, ami NTK ellenállás alapján működik. Tehát ez egy, mondom, egy saját fejlesztés a műegyetemen. Nekem annyi szerepem van, hogy én találtam, hogy csináljanak ilyet. Ők meg voltak olyan kedvesek, és megcsinálták. Hát mindösszesen ennyi, és egy hallgató volt, aki elkövette. Tehát még nincs vége a dolognak, még finomítgatjuk, de reméljük előbb-utóbb lesz belőle termék. És akkor én azt gondoltam, hogy most csináljunk olyan kísérleteket, ami, hogy is mondjam, egy kicsit fölpörgeti az előadást unalmas voltát. Az első, azt szeretném megmutatni, hogy van itt egy mágnes, ez egy nagyon erős mágnes, ezért aztán mindig ilyen kordába kell tartani. Ez a mágnes arra való, hogy különböző kísérleteket megcsináljuk. A másik, ami a főszereplő, az pedig egy résztömb. Ugye a mágnes és a rész között az átlagember úgy tudja, hogy különösebb kölcsönhatás nincs. Ha utána olvas az ember, akkor azt kell mondani, hogy tény és való, ugye a ferromágneses anyagok körében nem tartozik a rész, hanem inkább diamágneses anyag. Ez azt jelenti, hogy inkább taszítja a mágneses tér, mint vonza. És azt kell tudni, hogy ez a kölcsönhatás olyan gyenge, hogy a ferromágnesek és a paramágnesek között 100 000-es a faktor. Tehát, hogyha mondjuk az adott erőnek az 1/100 000-re lesz, ami vashoz képest mondjuk egy paramágneses anyagnál. Amit itt viszont érdemes megmutatni, hogyha én itt ezt lejtem ezt a mágnest, akkor látják, hogy hogy esik. Ígyni. Ha itt ejtem le, akkor pedig ez történik. Megmutatom még egyszer, tehát innen lejtjük, így esik le, innen meg így. Na most természetesen nem a mágnes és a rész között van a kölcsönhatás, hanem a kölcsönhatás úgy alakul ki, hogy a mágnes, ahogy közeledik, az erővonalai a részben megmozdítják az elektronokat, és a mozgó elektron áramnak számít, és az elektromos áram Foucault-féle örvényáramnak a fékező hatását látjuk. Tehát ez a kísérlet, amikor ezt így elengedem, és lassan esik le, ezt szokták csinálni úgy is, hogy egy vascsőbe vagy egy részcsőbe beletesznek mágnest, de ez egy kicsit jobban látható, és úgy gondoltam, hogy ezt érdemes megmutatni. Azt is meg lehet mutatni, hogyha az ember elbillenti, akkor nem koppan. Meg lehet mutatni, hogyha itt billentem el, akkor valamivel tovább mozog.
Az indukcióval kapcsolatosan, ugye az indukció az egy nem egy egyszerű feladat, ezt megtanulni jól. Az indukciónál ugye általában a képlet az úgy néz ki, hogy az indukált feszültség az a mínusz delta phi per delta t hányados. Így 8:30-kor azért még látom, egy páran érzik. Tehát a delta phi per delta t, ugye a mínusz előjel, az pontos, fölírom ide, mert hát, hogyha jobban látjuk ezt a kísérletet. Tehát akkor az U indukált feszültség az arányos a mínusz delta phi per delta t hányadossal. Így. Nagyjából erről beszélünk, és ez a delta phi-nak, ennek a hányadosnak ez a negatív előjeléről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy amikor a mágneses tér változik, akkor a mágneses tér változás egy olyan irányú áramot fog indukálni, amely őt létrehozó hatást gyöngíteni igyekszik. Képzeljék el, mi lenne, hogyha nem lenne ez a negatív előjel. Nézzük meg, mi lenne akkor. Hát akkor az történne, hogy az elektromos, a mágneses tér változása egy olyan áramot indukálna, ami még további ugyanolyan irányú mágneses tér változást hozna, és az azt jelenti, hogy egyre nagyobb és nagyobb lenne az áram, az indukált áram, és olyan nagy is lehetne, hogy előbb-utóbb elcsöppenne az anyag. Ha úgy is mondhatnánk, ha az előjel ott nem lenne, akkor nem lenne igaz az energia megmaradás törvénye. Ez egy nagyon fontos dolog, és hogy ezt tényleg jól megmutassam, ugye azt láttuk, hogy ebben az esetben egy taszító kölcsönhatás van, hiszen ennél sokkal lassabban esik, és ez a lassabban esés, ez azt jelenti, hogy ott valaki fékezi. Most nézzük meg, mi van akkor, ha fölcseréljük a szerepeket. Ide teszem a mágnest, ide teszem a résztömböt. Ja nem, nézzétek már meg, legyetek drágák, hogy be van-e kenve csirizzel. Na, meg kell tapogatni, nem fog fájni. Úgy, nincs bekenve csirizzel. Egész biztos, te is jól látod? Na, akkor most akkor azt fogjuk megnézni, hogy ide leteszem a mágnest, ráteszem a résztömböt, és amikor én hirtelen fölemelem, akkor föl kell emelkedjék a mágnes. Ott a képlet mutatja. Tessék megfigyelni, fölrántom, és megemelkedik. Még egyszer meg lehet azt is tenni, hogy ide teszem, így, és akkor jobban fogják látni, így. Így. Tulajdonképpen ez az elektromágneses indukciónak az a része, amit az emberek legkevésbé szoktak jól megérteni. Ugye itt vonzó kölcsönhatás van. Ez azt jelenti, ez az egész, hogy nem szereti a változást. Hát a változás ellen hat, akár növekedés, akár csökkenés, mind a két esetben nem szereti. Amikor növekedés van, akkor fékezi, amikor csökkenés van, akkor azt fékezi. És ezért van aztán az, hogy amikor ide teszem a tenyeremre, és elkezdem így fölemelni, akkor jön vele a mágnes. Ilyen egyszerű. Tehát sokszor elmondtam, hogy a képlet az olyan, mint a lányokon a miniszoknya. A lényeget eltakarja, de gondolatokat ébreszt. Úgyhogy... Egyébként nézzék meg, hogy ez a képlet, amit megmutattam kisetet, ez pont benne van. Csak ugye ez akkor jön elő, hogy az ember végig gondolja, hogy mit is jelent az ottni. És azt meg végképp nem szeretem, amikor az átlag ember azt mondja, hogy én szeretem a fizikát, de hagyjanak a matekkal. Nem megy. Tényleg nem megy. Matek nélkül semmi sem megy. Itt van egy trafó, amit egy picit átherkeberkéltem. Az volt az alaptörténet, hogy ez egy olyan transformátor volt, amelyik egy 1 kW vagy volt amper teljesítményű, és egy mikrohullámú sütőnek volt a trafója, és zárlatos lett a szekunder oldal, az ugye 2000 voltot csinál, és a 2000 voltos részét én fűrészsel kiszedegettem, és beletettem, nézzék meg, 1, 2, 3 menetet. Tehát 3 menet, összesen 3 menet, a több ezer helyett. Ilyenkor azt lehet tudni, hogy kisebb lesz a feszültség, de ha megfelelő keresztmetszetet csinálunk, akkor az áramerősséget meg lehet növelni. Ha viszont az áramerősség túl nagy lesz, mondjuk egy ilyen drótban, akkor a rajta átfolyó áram, aznak a zsúl helyét azt talán észlelni fogjuk. Na most, akkor ez azt jelenti, hogy én ide teszem ezt a fogót. Itt a másik fogó.
az a jó ebben a fogóban, hogy úgy maradt, tudják? Tehát előszeretettel használják az autószerelők, például. Szorítsuk egy kicsit jobban meg ezt. Így. Na most. Itt van a... Talán fölismerték, hogy ez egy válfa volt. És amikor be fogom kapcsolni, akkor az itt indukált áram, ugye megint erről a képletről beszélünk, az itt indukált áram, hát vagy ezen a részen fog erős áramot produkálni, vagy ezen a hosszabbikon. Hát mindenki eldöntheti előre, hogy vajon melyik lesz, mielőtt bekapcsolom. Mindenesetre a teljesítménye, az egy, mondom, elég nagy, szerintem érdemes megnézni, hogy mi történik. Tehát először leég a kadmium, és utána elcsöppen, és leáll a folyamat saját magát leállítja. Hát most azonnal nem fogom lepakolni, mert azért még meleg. Ugye két mondás van, az előbbző előadáson már elmondtam, hogy az egyik mondás az, hogy az áram alatt levő drótnak ugyanúgy néz ki, mint a nem áram alatt levő, csak más a tapintása. Na most erre a kísérletre meg azt szoktam mondani, hogy én gépészmérnökként végeztem eredetileg, és ott azt mondták, az öntödébe az ember bemegy, akkor először mindent köpjön le, csak azután fogja meg, mert a sistereg, akkor nem kell hozzányúlni. Tehát ez körülbelül ez a része a dolgoknak. Akkor tudom, az egyik legkedvesebb kísérletem jön, mostanában ebbe vagyok szerelmes, hol van? Na, itt van. Itt van két léggömb, és ezzel a két léggömbbel szeretnék kísérletezni. Egymásba kell dugni a két léggömböt. Ennek a legjobb módja az, hogyha vesz az ember egy tollat, ezt szépen ide rádugja. Így. És az egyik léggömb az fekete, a másik léggömb az akkor lesz majd átlátszó, most jelenleg ilyen gyanús kinézetű, de olyan... Bírja ez. Tehát most megkötöm, és ezek után fölfújom a másikat is, az egy kicsit nagyobbra. Na, megvan a két léggömb, és akkor jön a feladvány, hogy ki kell durrantani a belsőt. Úgy, de csak a belsőt. Úgy, hogy a külső marad. Szövegértésből jó vagy. Hanyadikos vagy? Hát az még teljesen jó. Harmadikos, úgyhogy teljesen ott van. Az az igazság, arra vigyázza, hogy ne romoljon. Ez vicc volt. Na, tehát akkor ki kéne lukasztani, vagy ki kéne durrantani, nem mondjad? Lézer. Tessék? Lézerrel. Mi az, hogy lézerrel? Miért lukasztja ki? A világos miért nem? Sötétet miért igen? Na jó. Az a helyzet, hogy a korodnak megfelelően jót mondtál, és tényleg lézerrel fogjuk kilőni. Itt van egy lézer. Ugye a fekete és az átlátszó léggömb között a lényegi különbség, hogy a feketére az összes elektromágneses hullám elnyelődik. Ettől lesz fekete. Itt van egy lézer. Ezzel fogjuk majd kiégetni a belsőt. A másik ugye azért átlátszó, mert az elektromágneses hullámnak legalábbis a látható tartományban nem sok akadálya van. Megnéznénk lejjebb, akkor se lenne komoly akadálya. Ami kell nekünk, az egy olyan intenzív lézernyaláb kell, ami képes megmelegíteni a léggömböt olyan meleggé, hogy az ott kiégjen. Itt van ez a lézer, amely... Hát ugye, és akkor azt kell mondjam, hogy a leglényegesebb dolog az, hogy ezeket a lézereket, hogyha bárki kezébe vesz, akkor tudja meg, hogy mi van a kezébe. Az előadásom mondtam, hogyha nem tudja az ember, hogy mi az, ami a kezébe van, akkor komoly károkat okozhat. Ugye a lézerrel kapcsolatosan rengeteg olyasmi van, például, hogyha videófilmet, vagy ilyen szórakoztató filmet, mondjuk ilyen játékfilmet néz az ember, akkor ugye a lézert azt mindig látni kell, mert a rendező, hogyha nem látják, akkor az ideges. Ugye? Tehát általában azok a lézerek, amelyekkel mondjuk egy orvosműt,
akkor ugye az két lézer van valójában, azt gondolom mindenki tudja. Az egyik, amit szemben nem látunk, azzal lehet elvégezni a műtétet, és a másik az a piros, az meg azért van, hogy célozni lehessen. Tudjuk, hova lövünk. Tehát ugye a piros az önmagában nem ok a boldogságra, hogy mondani szokták, hanem azon kívül kell még ez, de ezt általában nem szokták elmondani. Ugye ezeknek a lézereknek a kimenő nyaláb teljesítményét szokták korlátozni. Ha azt szeretnénk, hogy ilyen vetítés közben az ember rá akar mutatni valahova, akkor általában 1 milliwattnál nem engednek nagyobb lézert, és ez azért van, mert az ember szemébe belevilágítanak, akkor a lézer nyaláb elnyelődik, ott egy fotokémiai reakciót hoz, és ez a fotokémiai reakciónak az intenzitása, ha túl nagy, akkor úgy marad. Ez azt jelenti, hogy amikor az emberi látóideg kap fényt, akkor keletkezik egy A-fajta vegyület, amikor nem kap, akkor elbomlik az A-fajta vegyület, és lesz egy B. És a kettőnek az intenzitásából látjuk, ezt tanuljuk meg. Most nem megyünk mélyen bele, de hogyha az intenzív az elnyelés, akkor az a fotokémiai reakció úgy marad, és az a látóideg az kikapcsol. Na most, ugye 1 milliwattban korlátozták azt a teljesítményt, amely arra jó, hogy az ember, amikor belevilágítanak a szemébe, becsukja a szemét, és akkor az a pislogás reflex alatt beérkező fotonok nem okoznak kárt. Ez 1 milliwatt alatt. Na most, ha az ember egy kicsit körülnéz, és nem a legális piacon vásárol, akkor előszordulhat az, hogy egy olyan lézert is meg tudnak venni, akár néhány hamburger áráért, amit itt mutatok. Ha ez a nyaláb, ez mondjuk ennek több százszorosa. Ez olyan erős lehet, hogyha az ember oda teszi a kezét, rávilágít az ember, akkor megcsípi. Tehát meg elkezdi égetni, ebben gravírozni lehet ezzel a lézerrel. Egyébként, hogyha az ember ide közel megy, és elkezd közelebb menni, akkor tényleg sikerül ez a... Tehát amit föltettünk mutatványt, egyébként, hogy mennyire veszélyes ez a lézer, ez annyit kell tudni, hogy ez egy kínai gyártmányú, de azért adtak hozzá safety glass. Tehát gondolok utána, pedig a kínaiak nem erő híresek. Tehát amit még leírtak, hogy semmiképpen ne tegye be az ember úgy, hogy az akkumulátor benne van. Tehát én is mindig, amikor berakom a dobozba, akkor kikapcsolom, mert véletlenül az ember bekapcsolja, és akkor kigyújtja a doboz saját magát. Tehát nem szerencsés. Egyébként mindjárt mutatok egy dolgot, eszembe jutott. Van hozzá egy-két feltét, hát ez szerintem zseniális. Az a helyzet, hogy amikor ugye két dolog mentén szokott a világ fejlődni, az egyik, amikor csak valami szép, és a másik, amikor valami még hasznos is. Hát ez olyan, hogy ez mind a kettőt tudja, de aki ezt beletette, ezt a feature-t ebbe a lézerbe, az azért egy okos fiú volt. Én legalábbis, van egy része a fizikának, nagyon szeretem vele tanítani. Ha ezt most bekapcsoljuk, merünk csak egy pillanat. Aha, itt van. Most azt szeretném megmutatni, hogy ha az ember ezt így változtatgatja, akkor mindenféle alakzatokat lehet előhozni. Rövidesen összefogálni, ebből tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a legszélén levő foltok azok, amelyek engedélyezett intenzitások, ezek a belsők, ezek külön-külön mindegyik legalább 10-szer annyi, mint amennyi lehetne. Ebből azt is ki lehet találni, hogy a koncentrált nyaláb az mit tudhat. Tehát itt egyébként, hogyha valaki nem tudná, akkor ebben benne van egy optikai rács, amelyik függőleges irányban, meg vízszintes irányban is átenged, nem enged át, periódusokkal bír, és akkor ennek segítségével föl tudjuk bontani a nyalábunkat, illetve hogyha kettő van egymáshoz képest, az ember picit odébb fordítja, akkor még tovább lehet bontani. Hát ebből mostanában ilyen látványsókat szoktak csinálni, de mint mondottam volt, ez... Nálunk a műegyetemen a szilárdtest fizikán a tanítás, amikor a röntgendiffrakcióról beszél az ember, akkor ez pontosan jó el lehet az alapokat magyarázni vele. Na jó, ez is megvan, akkor most jönnek a hideg anyagok, mert azok dögunalmasak. Itt van az első, amit szeretnék majd megmutatni. Azt mondtátok, hogy tényleg kész a film. Akkor nézzük meg ennek a krétának a filmjét, hogy hogy alakult. Nem sokára ott fogjuk látni közösen. Hát ez történt körülbelül 20 perc, ugye? Körülbelül 20 perc alatt. És ez azt jelenti, hogy látják, hogy hogyan válnak színeire
azok az anyagok, amelyek ugye kezdetben egy fekete volt, az a jobb oldal, a másik oldal az pedig egy barna. Úgyhogy ez a kromatográfiának egy nagyon egyszerű módja, és hát én azt gondolom, hogy ezt otthon azért meg lehet csinálni, mert egy krétát elcsen az ember az iskából, biztos nem fognak megharagudni. De ha bent csinálja a suliba, az még jobb. Úgyhogy ennyi. Jó, köszönöm szépen. Itt van egy bicikli is egyébként. Ez a bicikli, ez egy nagyon régi ötletemet szerettem volna megvalósítani. És akkor legyetek szesek majd segíteni. Ez a bicikli, ez úgy van kitalálva, hogy van rajta az átlagosnál valamivel több generátor, akarom mondani dinamó. Összesen 4 darab van rajta, és ez a 4 darab dinamóval, hozom, ne idegesíts úgy. A 4 darab dinamóval meg fogunk hajtani 4 darab lámpát, és akkor ez azt jelenti, hogy elindulunk, hogy megette a versenyző, majd ide kérek egy önként jelentkezőt, aki jól tud tekerni. Nyugi, gondoljátok végig, hogy biztos azt akarjátok, amit akarok, mert 1,5 kWh-ig kell tekerni. Aki jelentkezik, az nem tudja, mi a 1,5 kWh. Tehát a biciklit elkezdjük tekerni, 4 darab lámpánk lesz, ezzel a 4 darab lámpával meg fogunk világítani ilyen fotovoltaikus cellát, ez mostában maranacsláger, és megnézzük, hogy a fotovoltaikus cellának az áramát, hogyha használjuk, akkor ide, én ide rátettem egy pingpong labdát, ezt szeretnénk fölemelni. Ez a kísérlet egyébként a hatásfokról szól, ugye, mert az nagyon nem mindegy, hogy elindulunk valamekkora energiából, valamekkora munkamennyiségből, és mennyi lesz az, ami a hasznos. A kísérlet, még egyszer mondom, arról szól, hogy én ezt így megmutatom. Mindegyik világít? Nézzük meg. Úgy van, működik. Akkor hozom az asztalt. Hova te? Oh, ott van. 2 darab cellánk is van. Egyetlen egy dologra nem számoltam, de ezt bevallom férfiasan, hogy ez ma már minden szakmát kell valamennyire ismerni, mert az ember nem ismeri a szakmát, akkor gond van. Az lesz a feladatotok, hogy ide beálltok, és amikor majd tekeri a jó madár a biciklit, aki vállalkozik, akkor rá kell világítani arra a szerkezetre. Egyébként az a szerkezet, hogy világos legyen, hogyha sikerül annyi áramot termelni, akkor valószínű föl fogjuk tudni emelni vele a pingponglabdát. Ez egy 10 wattos halogénizó, és hogyha... Aha. Tehát... Mindjárt megmutatom, hogy mire vállalkozunk. Aha. Tehát, hogyha ezzel a lámpával elég közel megyünk ehhez a cellához, akkor fölemeli ezt a pingponglabdát. Tehát ez a hatalmas mutatványra fogunk vállalkozni. Ha valakinek van kedve, akkor számolja ki, az M-szer-G-szer-H értéke mekkora. De ismerni kell hozzá nagyon kis számokat. Tehát szerintem ez lesz, amit szeretnénk megmutatni. És akkor... A bicikli hajtására akkor kijelentkezik, hogy gyere te, jó? Vacsoráztál? Mi? Foglalj helyet. Van biciklid? Van. Helyes. Na, és akkor az kell, várj egy kicsit, úgy fogjuk megcsinálni, egy egész picit odébb húzzuk, csak az, hogy mindenki láthassa, hogy mi a... eredmény. Tehát nézzük végig egyszer, hogy micsoda. Például lehet, hogy zsíros kenyeret reggelizett hagymával. Ez gyakorlatilag mostanában átalakul energiává, ez fogja mozgatni az ő lábát. Reggeliztél, ugye? Igen. Helyes. Nem zsíros kenyeret. Helyes. Na, megvan ez. Ezt egy kicsit tegyük idébb. Jó. Csak le ne essen a lábadról az. Jó. És akkor meghajtjuk ezeket a dinamókat, a dinamók áramot termelnek, az árammal meghajtunk 4 darab lámpát, a 4 darab lámpa fénye fogja működtetni a fotovoltaikus cellát, az áramot termel, és az meghajtja a villanymotort, és a villanymotor fölemeli a madzaggal együtt a pingponglabdát. Ha van kedvük, akkor számolják, hogy hány helyen kell számolni.
hatásfokkal, és hogy a hatásfokokat a legnagyobb baj az, hogy nem összeadni kell, hanem összeszorozni. Ez szerintem mindenki tudja. Én, amikor annak idén kisrác voltam, sose értettem, hogy mit morgolódnak a szüleim, de aztán később még iskolában elmagyarázták, hogy amikor egyik héten 10%-kal, másik héten megint csak 10%-kal emelik valamikor az árát, az nem 20%-os áremelés. Tehát itt valahol ebben a körben kell menni, akkor tessék, nyomjad! Rá kell oda rendesen tenni, minél jobban tegyétek rá. Gyerünk, nyomjad! Valószínűleg... Hát ez a hatásfoka egyébként a fotocellának. Hozunk egy másik, van egy modernebb. Bírod még? Már megbántad, ugye? Tessék? Már megbántad, ez is egy pingponglabda, ez egy kicsit modernebb cella. Úgy. Most megpróbáljuk ezt megvilágítani. Én tegnap egyébként, amikor itt maradtam, akkor megpróbáltam, és úgy működött, hogy rá kellett tenni a... Így van. Jó, egyenletesen el kell osztani. Van egyébként egy nagyon érdekes dolog, ami mindjárt megmutatom, hogy mire gondolok. A fotovoltaikus cellák, azok ilyen, igen, tehát ezek az elemek, ezek ilyen cellákból állnak, ezek sorba vannak kötve, mert egy cellának a cellafeszültsége kicsi. Na most, hogyha van mondjuk 10 darab, akkor mind a 10-et egyformán meg kell tudni világítani. Ha egyet kihagyunk, akkor világosan látszik, hogy nem működik. Tegyétek már meg egy picit, rávilágítotok oda a falra egy lámpával, hogy lássuk a kéve milyen alakú a falra. Jó? Egyet. Mindegy vagy kettőt. Nyomj egy kis fényt nekünk, légy szíves. Szóval azt kell látni, hogy ahelyett, hogy egyenletesen kivilágítana egy ilyen foltot, ami egyébként biciklizés közben jó, mert pont jól világítja meg az utat, de nekünk ez lesz a gondunk, hogy az egy cella kimarad emiatt, akkor nem fog működni. Na, tegyük csak oda rá. Így. Na, gyerünk, már nagyon dobog a szívem. Elindul fölfelé. Nyomjad, mindjárt föl lesz a tetején. Na, még egy kicsit nyomjad. Jó, a tapsjár, tessék megtapsolni. Na. Gratulálok, köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy hőkamerás képet azért nem csinálunk róla, mert ilyen meleget nem tud a kamera megmutatni. Na jó, akkor jönnek tényleg a cseppfolyós nitrogénes és a száraz jeges kísérleteink. A cseppfolyós nitrogén és a száraz jéggel való kísérletezés arra jó, hogy olyan szélsőségesen nagy távolságokra tudjuk bejárni a hőmérséklet tartományt, amelyben már nagyon jól mutatkoznak azok a dolgok, amelyek fontosak. Tehát fölfújok elsőként egy léggömböt. Így. Ezt a léggömböt, hogyha fölfújom, akkor meg is tehetjük, hogy lehűtjük, a hűtéshez pedig nitrogént fogok használni, annak is a cseppfolyós változatát. A cseppfolyós nitrogént egy Kamerlingon nevezetű ember volt, aki elsőként levegőt cseppfolyósított, egyébként nem véletlenül kapott érte Nobel-díjat, tehát a gázoknak a cseppfolyósításáért, és ezzel a gázzal, pontosabban a folyadék állapotú cseppfolyós nitrogénnel fogunk hűteni. Ha megnézik, akkor hihetetlen nagy hevességgel forr, és ez azért van, mert a Van der Waals-féle erők tartják össze a nitrogént. Ez azt jelenti, hogy két molekula között elsősorban a Van der Waal erők azok, amelyek dominálnak. Ezek borzasztóan kicsinyek, ezért már nagyon kis átlagos kinetikus energiánál kiszakadnak a folyadékból. Érdemes megnézni azt is, hogyha ezt elkezdem leönteni ebben a cseppfolyós nitrogént, így, úgy fogom önteni, hogy viszonylag nagy felületen hűtse le a léggömböt, akkor szerintem szemmel láthatólag látszik, hogy elkezd összezsugorodni a léggömb, és ez a zsugorodás, ez elképesztő méreteket ad. Ha meggondolja valaki, akkor a térfogat változás az eredeti térfogatának körülbelül az 1600-ad részére fog összemenni. Tehát amit látnak, az nem varázslat, az fizika.
Tehát volt egy előadásunk 2005-ben vagy 2006-ban, már is emlékszem, az volt, hogy semmi varázslat, csak fizika. Ez volt az előadásnak a címe. És nem véletlenül, most azt várom, hogy teljes egészében hűljön le a cseppfolyós nitrogénben ez a léggömb. És akkor, ha kiveszem, akkor látják, hogy elfér itt a tenyerembe. Itt van benne. Csiribú, csiribá. Most jön a bioenergia. Valódi bioenergiába besugározom. Van az a bioenergia, amit mondják, hogy tedd a kezed a tévére. Szerintem nettó bűncselekmény. Maradjunk annyiban. Egyébként a következő előadásról erről fogunk beszélni leginkább, hogy milyen módon verik önöket át mindenféle tudatlanok és tudósoknak látszó emberek. Igazából az áltudományokról fogunk majd egy keveset beszélni. Most valójában tudományt láttak. Azt azért elmondanám, hogy a középiskolába szerzett fizikatudás ennek a leírásához nem elég. Ugyanis csak az emelt szintű fizikát tanulók tanulják meg a gázoknak a cseppfolyósodását, a van der Waal erők és egyebekről az átlag fizika, tehát az középszintű fizikát tanulók nem tanulnak semmit. Tehát csak egy részét tudják leírni, elkezd összehúzódni. Amikor teljesen összehúzódik, azt már nem tanítják meg. Márpedig a valóságos gázok azok hajlamosak cseppfolyósodásra, mint amint látjuk. A következő kísérlet egy kis energetika lesz. Itt van ez a palack. Ebbe a palackba be fogunk tenni egy egész kevés cseppfolyós nitrogént. Ide beöntöm. Ezt is beöntöm. És akkor energetikáról fogunk beszélni. Lesz egy egyszerű jelenség, ezt megfigyeljük, és megnézzük benne, hogy milyen energiák vannak. Az egyszerű jelenség az körülbelül úgy néz ki, hogy vesz az ember egy pillepalackot. Itt van. Beleönt egy kis cseppfolyós nitrogént, és amint mondottam, a cseppfolyós nitrogén minden köbcentiéből 1600 köbcenti gáz keletkezik. Tehát ez azt jelenti, hogy az itt levő cseppfolyós nitrogénből nagyon sok gáz fog keletkezni. Lehet is látni. Ha befogom, akkor egy idő után már érzem, hogy a kezem alig bírja megtartani, és lehet hallani egy pöffenést. Tegyünk be egy dugót, ez hátha jobban találkozik. És akkor azt fogjuk látni, hogy megnövekszik a nyomás itt benn, és hogy a nyomás növekszik, egyszer csak már nem bírja megtartani a surlódó erő a dugót, és ebben a pillanatban a dugó el fog repülni. Így néz. Azt nézzük meg, hogy ebben a pici jelenségben mennyi energia van. Ugye az első, amit szeretném, hogyha megpróbálnánk közösen fejbe kiszámolni, egy szorzást kéne elvégezni mindösszesen, hogy ennek a palacnak van egy térfogata. A térfogatot többnyire köbméterbe mérjük, és van a palacban, amikor benyomjuk a dugót, akkor van nyomás is. Ugye? A nyomást meg többnyire paszkálokba mérjük, és az a kérdés, hogyha a paszkált és a köbmétert összeszorozzuk, milyen lesz a mértékegység? Na, nem tudja senki, akkor megcsinálom még egyszer. Addig még, na tessék, mi lesz a mértékegység annak? Nyomás szor térfogat. Na mondjad. Zsúl. Newton szor méter, ami jelen esetben zsúl. Ez azt jelenti, hogy itt, ebben a palackban nyomás formájában energia tárolódik. Kessenek utána gondolni, hogy fölrobban egy palack, mi lesz az az energia, ami elszabadul, a térfogat és a nyomás szorzata. Ilyen egyszerű. A következő, amit érdemes lenne megnézni mértékegységileg, hogy itt 1/2 emszer V-négyzet sebességgel röpül ez a dugó fölfelé, ennek mi lesz a mértékegysége? 1/2 emszer V-négyzet, a tömeget az kilóba mérjük, a sebességet azt meg mondjuk méter négyzet per szekundum négyzet, hogyha négyzetre emeljük, az 1/2-nek ne legyen mértékegysége, mint hogy nincs is. Na, mi az? Micsoda? De hogy hívjuk? Az előbb is mondtad már. Hát zsúl, világos, ez is zsúl. Tehát akkor látjuk, hogy a nyomás energiából hogyan lett mozgási energia, az M-szer G-szer H-nak mi lesz a mértékegysége. Az is zsúl lesz, világos, hogy az M az a tömeg, a G az a méter per szekundum négyzet, a H az meg megint csak méter. Tehát akkor világos, hogy az egyik energia a másik energiába alakul át, és kínosan, precízen úgy alakul át,
hogy az egész rendszerre ki tudjuk mondani, hogy mindig, minden körülmények között állandó lesz ez az energetikai dolog. Hát sehonnan nem keletkezik energia, de van egy jó hírem is, nem is tudjuk eldugni. Nem is tudjuk eldugni. Amikor az ember ezt a kísérletet megismétlés szeretné, hogy egy kicsit nagyobb legyen a végsebesség, annyit kell, hogy megfordítjuk a palackot, és valamivel magasabbra fog fölmenni ez a palack, és akkor próbáljuk meg kitalálni, megkaphatom a maradékot? Köszönöm. Tehát akkor ugye próbáljuk meg kitalálni, hogy mi lehet az oka, hogy ez sokkal nagyobb sebességre gyorsult. Ugye az egyik dolog az, hogy amikor az ember ezt elereszti így, ebbe a formába, akkor innentől egy pár centire már a kiáramló levegő azt a dugót már nem fogja gyorsítani, tehát itt nagyon hamar befejeződik a gyorsítás. Ha megnézzük azt, hogy mekkora tömeg, melyik a nehezebb szerinted a kettő közül? Ez vagy ez? Az, a dugó. Emel csak, hogy lássuk, hogy az a dugó, ez a nehezebb. Tehát akkor világosan látszik, hogy ha a dugót kell kilökni, akkor az lassabb lesz, ha ezt lökjük ki, akkor pedig gyorsabb. Ez így biztos, hogy így van? Akkor tudnánk ezt meg egész biztosan, hogyha kiszámolnánk. Ha kiszámolnánk, sem jön neki ez a bizonyosan nagy sebességkülönbség, és ez azért van, mert itt van még egy jelenség, amikor megfordítom ezt a palackot, tehát ebből az állapotából ide, akkor ugye a cseppfolyós nitrogén itt volt. Átfordítom, ide kerül, amikor kiveti a dugót, utána a cseppfolyós nitrogén, amelyiknek nagyon nagy tömege van, és utána még van a gáz is. És akkor ez egy háromfokozatú rakéta, amely háromfokozatú rakéta hihetetlenül nagy sebességre megy, hogyha az ember jól csinálja, akár még nyomot is hagyhat a mennyezeten. Van, több is van ott fönn. Ez csak egy kicsit túlzás. Úgy. Tehát akkor annyit kell csak tenni, hogy beteszi az ember ide a dugót, szépen megfordítja és vár egy keveset, és egyszer csak fogja magát, és íme itt van. Na, tehát akkor csináljuk meg ezt a, köszönöm szépen, csináljuk meg ezt a kísérletet úgy, hogy most teletöltjük színültig nitrogénnel. Itt van a palack, még egy nagyobb palackot is találtam. Így. Tehát megtöltjük a palackot teljesen nitrogénnel. Így. És akkor egy dugót is váltok, egy másik dugót fogok idehozni. Fölkészültek? Na jó. Ez a dugó annyiban másabb, hogy át van fúrva, és van benne egy ilyen búvárcső. Ha most ezt én ide beteszem, ha esetleg valaki fényképet akarcsán, akkor megvárom, míg előveszik a fényképezőgépeket. Na, tehát akkor fogja az ember, így bedugja, és akkor, amint látják, egy ilyen úgynevezett cseppfolyós nitrogén szökőkutat lehet csinálni. Így. Hát ez a cseppfolyós szökőkút, ez megint csak az energetikára tanít meg minket. Akár tetszik, akár nem, ebben is van nyomási energia, mozgási energia, helyzeti energia, és mindezt a környezet hője, ugye érezték, hogy kellemesebb lett a hőmérséklet, jobb lett, nem? Na hát akkor ez egyértelmű a tanterem hőmérsékletéből fakad. És akárhogy is nézem az időt, 9 óra elmúlt, úgyhogy illik befejeznem. Köszönöm a figyelmet, az idei fizika órák véget értek, még maradhatnak, mert lesz egy érdekesnek tűnő dolog. A budapesti szkeptikus konferenciából csempészünk be egy-két gondolatot, és ez egy körülbelül fél órányi szünet után van. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! És annyit szeretnék elmondani, hogy még egyszer szeretném megköszönni a fiúknak, hogy az igazgatóm azt mondta, hogy valami jó is legyen a kísérlet, de azt ígérte, hogy mindenképpen lesz durrantás, hát valami lesz. Na várjál csak, Józsi.
Na gyújtsuk csak ezt meg. Az a helyzet, hogy ez az. Az, hogy ilyen hosszú a pálca, ez valamit mutat egyébként. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Egyébként hidrogén volt benne.